A Pázmán jogi karán többen oktatnak ma azok közül, akik itt szereztek diplomát. Ami igazán különleges, hogy többek között az első évfolyam diákjai is oktatnak ma már itt, vagyis van, aki az elmúlt 25 év minden egyes napján a Szentkirály utca 28-ba jár be tevékenykedni. Hallgatóból oktató sorozatunkban velük ismerkedhettek meg. Ne legyenek teljesen magukra hagyva a bejövő hallgatók. Egy gesztus értékkel az egyetem akkori vezetése megkérte az akkori hallgatói önkormányzat tagjait, köztük engem is, hogy segítsünk azzal, hogy ott vagyunk a folyosón. Szia Tamás! De jó, hogy látok. Hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm szépen. Mi újságban? Mit csináltok itt? Felvételi van éppen is. Bejövő hallgatók érdeklődnek. Nagyon jó. Egy kicsit sugva odahajolt hozzám, és azt mondta, hogy de figyelj, ne haragudj, elfogyott a cigi. Kicsit kellemetlen, de tudnál adni egy számot? Persze. Én megkínáltam, ő tüzet adott, én is rágyújtottam, elszívtuk, elment. Majd amikor elment, elmondtam a hallgatóknak, hogy ő volt az egyik professzorunk egyébként főállásban, akkor még legfelsőbb bírósági bíró. És azt hiszem, hogy ez a hangulat, hogy egy 19 éves hallgató 10 hónap után így beszélget vezető magyar szaktekintélyekkel, ez egy nagyon-nagyon jó benyomást tett. A jelmondatunk: Justum, equum, salutare. Árdány Tamás vagyok, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi Égi Tanszékének vezetője. 200 nappal is és körülbelül 400 levelezős diák kezdte annak idején az egyetemet. Ez egy nagyon kis létszámú egyetem volt, körülbelül 20-30 oktatóval. Tehát egy nagyon szoros kötődés alakult ki az elejétől fogva. Minden hallgatónknak van egy saját élete, amit behoz ide, az örömeivel, a bánataival. Ezek közé az egyetem a mai napig képes belépni, részévé válni, meghatározni a hallgatók mindennapjait. A jogi kar tehetséggondozó programja ilyen néven, ilyen szervezett formában, különböző munkacímekkel jó pár éve zajló tudatos építkezésnek az eredménye. Eredetileg az elképzelésünk az arról szólt, hogy lehetőséget biztosítsunk azoknak a hallgatóknak, akik nem elégszenek meg azzal a tudással, ami az alapdiplomával jár, hanem ahhoz képest egy többletre van igényük, és hangsúlyosan nem egy megszerezhető papír, nem egy okirat, nem egy új tacepaó volt a lényeg. Szerveztünk meglehetősen különleges előadás sorozatokat, beszélgetéseket a hallgatóknak kúrens témákban. Ezek meglehetősen jól sikerült, kis közösséget építettek, és ebből a kis közösségből kerültek ki azok a hallgatók, akiknek az egyetemi oktatók és úgy általában a kar egészen a fakultás kapcsolati tőkéjét felhasználva és kiaknázva próbáltunk kiemelt szakmai gyakorlati helyeket keresni. A jogászképzésben a kötelező szakmai gyakorlat ideje 6 hét. Ehelyett mi 6 hónapot kértünk a befogadó intézményektől kötetlen munkaidőben. Nem az volt a lényeg, hogy a hallgató sokat dolgozzon, legyen bent amennyit a mentor jónak lát, amikor tényleg tud a hallgatóval foglalkozni, és egy személyre szabott, egy az egyben képzésként olyanokat tanulhat meg az adott fogadóintézményről, amit máshogy nem. Hogyha egy érdeklődő hallgató, az adott tárgyiránt, bármilyen oknál fogva érdeklődő hallgató bejön az ajtón, és kérdése van, arra időt kell találni. Ebben próbál most segíteni a tehetséggondozó program, hogy azokon a tanszékeken, ahol már vannak hallgatók, legyen hozzá idő, legyen hozzá keret. El lehet menni hallgatói konferenciákra, el lehet menni közös, kihelyezett szemináriumokra külföldi egyetemekkel. Ennek keretében jártunk nemzetközi perbeszédversenyekre is. Mostanában egyéb források felhasználására is, hála Istennek, van lehetőség. Ez nem egy sima oktatási feladat, ez annál sokkal-sokkal több. Aki volt valamilyen perbeszédversenyen, az megerősítheti, hihetetlenül nehéz. Először mindenki kínosan nevet kér, amikor elmondom, hogy pizza és palacsinta diétán fogjuk befejezni a keresett leveleket, mert az kér be az ajtó alatt. És mindenki azt hiszi, hogy viccelek, amikor a szombatesti tanszéki pizza fogyasztásokra hívom őket, ami egyébként szombaton reggel kezdődik, és itt maradunk tanítási idő után. De itt maradunk. És amiért nagyon hálás vagyok,
hogy azok a hallgatók, akik ilyen versenyen voltak velem az utóbbi pár évben, többségükben itt vannak, hiába végeztek, és segítenek a többieket felkészíteni. Így már azért lényegesen könnyebb.